Ilyen Lego kockákból állíthatnak össze a látogatók egy képregényhőst ábrázoló alkotást a szakmák éjszakáján pénteken a Veselényi Gimnáziumban. Ez a program csak egy a mintegy 100 közül, amelyet a szakképzési centrum rendez meg a résztvevő iskolában. A második országos rendezvénysorozatba 388 iskola kapcsolódik be, amelyek több mint 4000 programot ajánlanak az érdeklődőknek és a szakmák iránt érdeklődő fiataloknak. A cél, hogy bárki betekinthessen például a villanyszerelői munkába, a szakácsmesterségbe vagy a weblapok szerkesztésébe. A szervezők a keddi sajtótájékoztatón elmondták, a szakképzési centrumhoz tartozó iskolákban színes programkínálat várja a kicsiket és a nagyobbakat is. A szakmák éjszakáján a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 8 Nyíregyház, 1 Tiszavasvár és 1 Tiszalöki iskolája várja az érdeklődőket. Ezen az éjszakán elsősorban a szakképzést szeretnénk népszerűsíteni, szeretnénk az általunk oktatott szakmákat megismertetni, és hát nagyon remélem megszerettetni, azért, hogy egyre több a munkaerőpiac által igényelt jó színvonalon képzett szakembert tudjunk adni. Ezen az éjszakán mi nem feltétlenül azoknak a nyolcadikosoknak szervezünk programot, akik néhány napon belül megkapják a felvételi eredményt, hanem azoknak a esetleg óvodásoknak, kisiskolásoknak, de felnőtteknek is, akik érdeklődnek egy-egy szakma iránt. A főigazgató hozzátette, nem csak pályaválasztásról, hanem pályaorientációról és pályatanácsadásról is szó lesz a rendezvényen, ez pedig fontos eszköz lehet a jelenleg tapasztalható szakemberhiány mérséklésében. A szakmák éjszakáján az iskolák konkrét szakmaajánlatokkal egyaránt várják a fiatalokat. Minden iskola külön programcsomagot készített, és megtalálhatók ezek a programok az iskolák honlapjain. Egy színes táblázatot talál majd minden érdeklődő, ahol különböző színnel jelöltük a programokat. A zölddel azokat a foglalkozásokat, programokat jelöltük, ahol kipróbálhatja a szakmát, sárgával, amelyik interaktív programot jelez, és a kék az, amellyel bemutató lesz. Ezek a programok nem feltétlenül csak szakma kipróbálóak, hanem olyan programok, amelyek lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy az adott iskolát is megismerje a tanuló. A pénteki programok a múzeumok éjszakájának mintájára este 6 órakor kezdődnek és 10 óráig tartanak az iskolákban. A vonattal vagy busszal érkező érdeklődők számára 50%-os utazási kedvezményt is biztosít a szakképzési centrum.